Nagy visszatérő bútor Róbert érkezett ide hozzánk, hölgyeim és uraim, szerbuszt Roberto. Egy új régi autóval, azért mondom, hogy régi, mert már vezetted, tehát nem annyira új. Tehát a navigátor mindenképpen új, tehát új a felállás, újak a célok, újak a feladatok. Így van, azt hiszem, hogy egy kicsit izgalmasabb is lesz, hiszen sok az új tényező. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon gyorsan össze tudunk szokni, és tökéletesen fog működni minden ugyanúgy, mint ahogy ez a Vilivel vagy a Tótibivel volt az elmúlt időszakban. Az autó teljesen fel lett újítva, saját szerviz csapatunk van profi emberekkel. Én azt hiszem, hogy maximálisan fel vagyunk készülve, és nagyon várjuk már, hogy élesbe menjünk. Köszönöm szépen Bútor Robinak, akinek Holczer Dániel, Holczer Dani navigál ebben az esztendőben a Super 1600-as Citroen C2-ben. 25-össel mondhatnám azt, hogy ismét jön egy Super 1600-as autó, mert ahogy jól és hasát az elmúlt években megszokhattuk, hogy egy Suzuki-val érkezett. Yeah.
azonban a legjobb kétkerékhajtású autó érkezik a dobogóra, 26-os rajtszámmal, egy Citroen C2 Super 1600-sal. Bútor Róbert és Holczer Dániel érkeznek a dobogóra a Citroen Total Rally Team képviseletében. Kélek, Robi, értékelj! Azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz versenyen vagyunk túl. Nagyon rossz minőségűek voltak a pályák, és ez mind az autókra, mind pedig az emberi szervezetekre is elég nagy terhet gyakorolt. Néha a fenekünk alatt akkora kövek érkeztek meg, hogy majdnem kirepültünk az ülésből. Ugye ráadásul ez az autó nagyon alacsony építésű, nem ilyen utakra találták ki, úgyhogy ez itt fokozottan érződött. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy jó, elfáradtunk, de élveztük a versenyzés minden percét. Most ültünk először össze élesbe a Danival, úgyhogy az is nagyon jól sikerült. Az új csapatunk is tökéletesen vizsgázott, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikeres volt ez a verseny. Elsőként a szlovák bajnokságban elért eredményetekért kaptok serleget. Közben pedig a magyar részről kérem Dudás Kokó Gyulát, hogy szíveskedjen segítkezni a Super 1600-os győzelemért járó serlegek átadásával. Illetve a magyar értékelés A csoportjában is. A csoportjában aratott győzelemért is serleg jár. Dániel, valamint a Super 1.6-os Citroen C2 abszolút 10. hely, Super 1.6-os győzelem és A csoport győzelem a mérleg az uraknak.